Január 22-én vasárnap mért adatok alapján a smogriadó riasztási fokozatát kellett elrendelni Budapesten, mert a levegő szennyezettségi szint, a szállópor átlagos koncentrációja meghaladta a riasztási küszöbértéket. Ez egy annyira súlyos helyzet, hogy gyakorlatilag az elmúlt 10-12 év során ilyen szintet nem tapasztalhattunk Budapesten. Egyből a riasztási fokozat alakult ki, ami már a teljes lakosságra nézve veszélyt jelent. A Magyarországon, illetve Budapesten a egyik legfontosabb tényező pont a meteorológiai tényező és a földrajzi elhelyezkedésünk jellege. A medence jelleg, a Kárpát-medencei jelleg az, ami nagyon erősen befolyásolhatja ezt a folyamatot, hiszen pont a Kárpátok magasságában kialakulhat egy olyan réteg, ami szinte lezárja a Kárpát-medencei levegőt. Természetesen egy ilyen lezárt meteorológiai helyzetben sem lenne gond, hogyha nem lennének szennyező források. Két fő csoportja van, a mozgóforrások, gépjárművek, amiket értjük ez alatt, vagy a helyhez kötött források, ezek ipari kibocsátók kéményei, vagy a lakossági kibocsátás, a lakossági tüzelés. Nem szabad megfeledkeznünk az országhatáron átterjedő szennyezésekről sem. Az utóbbi kutatások kiderítették, hogy Magyarországra egy kicsivel azért több jön külföldről, mint amennyit mi adunk a szomszéd államoknak. Az elektromos gépjárművek is hozzájárulnak a por képződéshez, vagy a szennyezettségi szint kialakulásához, hiszen az újabb kutatások azt is kiderítették, hogy a fővárosi, a budapesti szállóporszint 5%-át biztos, hogy a gépjárművek fékbetéteinek és gumiabroncsainak kopásából származó por eredményezi. De ezek apró részletekben adják össze majd azt a szintet, ami kialakul, és amit pont itt az Erzsébet térén is egy mérőállomás folyamatosan és állandóan mér. Az elmúlt napokban csökkent a levegő szennyezettsége, ezért január 27-én a főpolgármesteri hivatal visszavonta a smogriadó riasztási fokozatát. Ugyanakkor a bizonytalan meteorológiai helyzet miatt tájékoztatási fokozatot rendelt el.